Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Bizonyára voltál már olyan helyzetben, amikor úgy gondoltad, hogy minden rendben van, vagy neki kellene a felelősséget elvállalni, és akkor jön egy ilyen támadás, és azt mondja, te vagy hibás, és keresi benned a hibát, és te vagy felelős a dolgokért, holott te ezt másképp látod. És mit tudsz ilyen helyzetben tenni, ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. Ez a kép utal a jelenlegi helyzetre, és azt jelenti, a lelki társad gondol rád, és így megjelensz a kép formájában, ezek a gondolatok kellemesek. Itt a képen látható egy kislány, az utalhat természetesen gyermekekre, és így a gólyával együtt egy kisbaba születésére is utalhat. Lehet, hogy ez a terve, de nem beszél róla. Amit ez a kislány még jelent, egy új kezdetet, és a gólyák utalnak változásokra, gyakran költözködésre. Ezek jó tervek, hiszen a kislány kezében itt van a 4 levelű lóhere, ami szerencsét hoz, de nem beszél a terveiről. Itt ez a cica ugyan aranyos, de utal hamisságokra, tehát vannak hazugságok, hamisságok a háttérben. Lehet, hogy ő ezt tudja vagy érzi, de mivel nem beszél nyíltan erről, számodra ez minden olyan titokzatos, átláthatatlan. Az is lehet, hogy ő figyeli az eseményeket és visszahúzódó, de nem mondja nyíltan ki, hogy mi van a háttérben, és azt közli veled, hogy miattad húzódott ő vissza, tehát te vagy hibás, holott te nem tudsz erről semmit tenni, nem rajtad múlik ez. Itt nem csak a hamisságok, a hazugságok vannak a háttérben, hanem egy nagy kihívás is, hiszen valaki támadja őt. Ha ő nyíltan beszélne erről, akkor itt tudnátok rendezni a dolgokat, mert akkor megértő vagy. De semmi baj, mert ez a férfi szeret téged, és hamarosan lesz egy látogatás. Az is lehet, hogy ő arra vár, hogy legyen részedről egy meghívás, és a meghívás után akkor meg tud látogatni téged. Az ő szemében, az ő szívében, az ő lelkében te vagy itt ez a királynő. És ahogy a képen látjuk ezt a meleg otthont, ezt tudod számára nyújtani. Ezért szeretne téged meglátogatni, és közeledik hozzád, mert te nyújtod számára az otthon melegét. Itt nem csak találkozásról van szó, hanem, mint ahogy itt ezen a képen látható a szerelem, itt is ez jelenik meg, tehát megvan a szerelem kettőtök között. Holott ez a kártya utalhat egy szeretőre is, és ha ő bizonytalan, és nem bízik benned, vagy valaki hazudott neki, és azt mesélte, hogy neked van valakid, és ez számára egy nagy kihívás,
ő nem felejtett el téged, mindig gondol rá, de nem tudja azt, hogy mi az igazság. Tehát ez is előfordulhat. De a szerelem itt van, és a szeretet, a szerelem az mindig győz a hamisságok felett is. Itt újra az otthon látható, az lehet, hogy ő szeretne téged meglátogatni, ahogy itt is látható a képen, vagy tervez veled együtt egy közös otthont, és akkor a gólyák és ez a kislány utal az új kezdetre, a változásokra, a költözködésre is, és ezek a változások szerencsét hoznak. Itt van a nagy szerencse, itt a kis szerencse, tehát jól alakulnak a dolgok. És most megnézzük a cica-mica kártyát, és ez azt jelenti, én most ki akarom pihenni magam, olyan kényelmes, vár valamire, ami itt is látható. Szerintem arra, hogy te intézd a dolgokat, és én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.